Köszöntöm a kedves nézőket 2017. április 22-én szombaton. 18 óra van, és ez itt a Quetzal KC Csátesz Csávoly kézilabda mérkőzés. Kedves nézők, gyorsan elmondanám a csapatokat. Kezdem mondjuk a vendégekkel. A Csáteszes Csávoly csapatában a 48-as számú mezben Lakatos Gábor lép pályára, 1-es Mészáros Gábor, 11-es Komár Roland, 5-ös Svegál Péter, 14-es Svegál Dávid, 16-os Bóner József, 4-es Mihó Tamás, 16-os Báder Ferenc, 9-es Fekete Zsolt. A Quetzaliek csapata pedig 17-esben Kertész Csaba, 15-ösben Laki Gábor, 10-esben Perjési Nándor, 45-ösben Fejes Andor, 7-esben Fejes Csongor, elnézést, 7-esben Fejes Andor, 3-asban Laki Gergő, 12-esben Giber Dániel, 6-osban Lavati Zoltán, 11-esben Balla Tamás, 33-asban egy lövés a Csávolytól, be is akad. 33-asban Maszlik Rihárd, 99-esben Sajdik Péter, 8-asban Csúzi Tibor, 1-es Sajdik Tamás, 80-as György Tibor és 2-es Árvai Péter, edzőjük pedig, mint mindig, most is Újvári Zoltán. Vezet a Csávoly 30 másodperc elteltével. És akkor hajrá, Quetzal! Áj, nagy lövés! Fejes Andortól, vagy Fejes Csongortól elnézést. Ez most mellé száll. Fejes azért meghúzza visszafelé, de nem igazán kockáztat. Nézzük a Csávoly akcióját. Perjési Nándor dönti fel ellenfelét, mint egy rinocérosz. Beszélni fogok persze a tabellákról és a góllövőlistákról is, de hogy előre bocsássam, Komár Roland a Csávoly játékosa a szezonban eddig 21 meccsen 241-szer talált be a hálóba. Oda kell figyelni rá, ez biztos, közben Csúzit fogják meg, és szabad dobás befelé. Komár Roland a 11-esben játszik, majd figyeljenek rá, hogy mit tud a srác. Fejes Andor, Perjési Nándor, Gibert, Perjési, Fejes, Csúzi, a nagy átlövő, úgy van, gól. Nem igazán lepődtem meg. 1-1, egyenlít a Quetzal. Nézzük, hogy milyen nyuszit húz elő a kalapból a Csávoly. Ő volt Komár, ő pedig Svegál Dávid. Komár Roland, Svegál, Svegál, Komár. Ők dobálóznak itt. Ó, Perjési leszereli Komárt. Föl is dönti. Hát, vitatható, de az első mozdulat, az a szerelő mozdulat remek volt Perjésitől. Komár. Ott a bal. Oh-ho-ho! Laki ott folytatja, ahol abba hagyta. Egész jó kis kapusnevel, de ez a Quetzal KC, ugye Herceglit is elvitték. És már az ifjúsági válogatott hálóőre. Komár, megfogják. Bízunk benne, hogy Laki Gáborra is hasonló sors vár. És Svegál Dániel. Komár. Passzívot jelzi játék között, hogy Komár fölé bombázza. Lehet, hogy haragudott valakire ott a felső karai tájékon. Csak az a helyzet, hogy nincs ott senki. Fejes Andor, Csúzi Tibor, Lavati Zoltán is megismerkedik a bogyóval. Bátyja Lavati Zsolt egyébként a lelátón ül. Reméljük, hogy nem sérült meg és nincsen baja. Perjési, oly de szép! Bele tudott érni ugyan a kapus, de ezt ebben a sportágban gólnak hívják. És vezet is a Quetzal KC, 2-1, remek. Az első gólt ugyan nem mi szereztük, de ott a lövés, ott a gól. Úgy tűnik, hogy rendeződtek a fejekben a dolgok. Mindeközben pedig a 9-es számú mezben játszó Fekete Zsolt talál be. Egy csúnya lökés, bizony. Mutatja is a sportoló, hogy ennyi elég lesz. Hangzanak az utasítások, és a Quetzal támadása elkezd pörögni. Lavati Zoltán, Fejes Andor, Lavati. És hát kicsit későn fújt a spori, először azt hittem, hogy nem bántották. Csúzi,
Fejes Andor, Perjési Nándor, Giberdani, Perjési, Fejes, Fejes, Harukinos Róka, 3-2, bravo Andor, remek találat. Gyors támadás a csávolytól, de Lakinak ez nem tétel. Maga biztosan fogja. Perjési, és akkor nagy elánnal jöhet a kecel. Növelhetünk az előnyön. Perjési, ezt el fogja lőni, így van. Elküldte a kapus Szotyiért a túloldalra, és már is 4-2. Bóner József ezt nem foghatta, ez sem. Kéne egy nagyon jó védekezés, bizony, bizony. És akkor nincs nagy probléma. Persze innen fentről nem nehéz. Nagy Laszti. Komár. Nincs lövés. Lassan fel kéne emelni a kezünket, bírósportársak. Komár. Megfogják. Ismét a góllövő listája lovasa. Komár. Egyébként az a vicces, hogy 5 perc telt el. És a 21 mérkőzésen elért 241 góljához mértem, tehát ugye az egymeccses átlag a bőven 10 fölött van. Nem csinált még semmit. Olyan jól semlegesítjük. Komár, szép a passz, jó a lövés, de már belefújtak a sporik, nem adják meg a gólt. Mihó Tamás tühöng. Persze csak magában. Lakatos. Egy lövés. Gyakorlatilag az aki kávét is ihatott volna közben, nem lett volna vele problémája. Lakatos passza le, és megáll Péter lő, Laki ismét fogja. 6 perc alatt elmondhatom, egész maga biztosan, hogy rohadt jó formában van Laki. Meg a csúsz is, elképesztő, ismét kapufás gól. A remek átlövőtől 5-2. Tetszik, tetszik, de nagyon. Szépen játszik a kecel, okos gólokat szereznek, és remekül semlegesítik az ellenfél akcióit. Eddig minden jó. Most sincs baj. Mihó Tamás talál be, így 5-3 az állás. Fejes Csongor indítja meg az akciót, azóta már 3 kéznél is átment a labda. Csúzi, visszateszi Perjési, Fejes, megfogják, így van, így van, így van. Az apuka már szerzett gólt. Csongor a soros. Mármint nem a György. Gibert. Perjési. Fejes Andor. Okosan elküldte ellenfelét, azonban visszaért a blokk. Sarokdobással jöhet a piros csapat. Fejes Andor, atyaég. Igen! Ez is atyaég. Gyönyörű, Lavati Zoltán. 6-3-ra a legszebb magyar eredményre módosítja az állást. Ugye a magyar-angol miatt, persze az egy másik sportágban született. Lavati szájához emelte a sípot a játékvezető, de nem fújt bele, ezért a csávó értetlenkedés. Micsoda labda Lavati Zoltánnak. Visszateszi Perjési, ott is van, 7-3. Drága nézőim! Elég erősen meghúztuk ezt az első 8 percet. Több mint szimpatikus. Az a helyzet, hogy annyit nincs a csávójaknál a labda, hogy megtanuljam a nevüket. Lehet, hogy az mondjuk az én aranyhal memóriámat minősíti, nem az ő támadásukat, támadásaikat. Svegál Dániel, majd Komár. És akkor így tovább. Szép lövés Vegál Dávidtól, az most nem gól, és akkor Lavati Zoltán mehet egyedül. Lavati! Ennyi! 8-3. Gyönyörű akció. 8 perc alatt 8 gól, az nem olyan rossz. Vegál Dávid, majd Komár, Roland, Mihó és Lakatos. Ismét Mihó, Komár, Vegál Dávid lefordulna. Nem engedi. Kapott egy öklöst is. Fejes Csongortól, aki bocsánatot kérhet. A legjobb családokban is előfordul. Na nézzük, Komár, Svegál Dávid. Komár Roland, Komár lő, fölé, mellé.
abszolút jó formában. Úgy tűnik, azon a mérkőzésen legalábbis még nem szerzett gólt. Csúzi! Lavati egyedül! Fú, nem is tudom, hogy pontosan mi történt. Ez a passz meg valami egészen förtelmes volt. Lehet, hogy a tegnapi este az a csávói kézilabdásoknak kemény volt. Lehet, hogy mulatoztak, de ez eddig még harmatos. Adjunk annyiban. 8-3, innen várjuk a folytatást. Perési. Fejes, majd Csúzi Tibor. Megfogják. Fejes, Perési, hogy de szép, Perési. Nagyon okosan elküldte, ismételhet, gól, 9-3. 10 perc alatt háromszor annyit lőttünk, mint ellenfelünk. Hát bízom benne, hogy tudjuk tartani ezt a tendenciát. Hogy elnézem a srácokat, tudjuk. Sok energiát fektettek ebbe az első 10 percre, de gyakorlatilag úgy elhúztak, hogy kilátástalan a vendégcsapat helyzete. Komár, aki még mindig nem szerzett gólt, Lakatos, lecsapják a kezéről, na nem az asszonyt, hanem a labdát. Szép lefordulás. És bocsánatot kér a kapustól. De szemtelen. Mihó Tamás szerzett pazar gólt. Közel nullszög volt, na jó. Jó lesz az 20-nak is. Ami szép, az szép, még hogyha ellenfél is szerzi, főleg ha vezetünk. De szép! Fejes Andor, igen, Csúzi Tibor, Csúzi! Micsoda reflexek, Mészáros Gábor fogott nagyot. Lakatos, majd Mihó. Svegár Péter küldi át a túloldalra Komár Rolandnak. Giber Dániel pedig felsegíti ellenfelét. Eddig nem rossz akció, egész idáig Mihó ejti el a labdát. Lakatos, Svegár, Dávid, Mihó. Szép a blokk. Maszlik. Valamelyik testrészéről vágadott le a labda. Ott egy kis szabálytalanság is történt. És feketes volt. Ejj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 
ma nem hozta el a gólő formáját, nem baj, amúgy. Na nézzük csak, Berjési, azt a micsoda labda! Megfogják Fejes Csongort, eddig a fiatalabbik Fejes. Még nem igazán jutott levegőhöz. Többször állítottak meg szabálytalanul. Azunk benne, hogy felpörög Fejes Andor, ő már pörög rendesen amúgy, mert hát nincs olyan formával. És megáll Dávid, lábán pattan labda, és akkor jött a szabaddobás Berjési, majd csúzi Fejes Andor, Berjési Nándor, Berjési, egy passz, talpról a lövés, szép a blokk. Pardobás, amelyet a keceliek végezhetnek el. Teszi ezt Lavati Zoli, és akkor újra indulhat az akció 9-4-nél. Csúzi, kilökik a kezéből a bogyót. Csúzi, Fejes Andor, majd Berjési Nándi. De kicsúszott a kezéből, és akkor a nagy Laszti. Svegál Dávid egyből lövi, aj de szép volt, igen, igen. Figyelmeztettek a csávóiak, itt vannak a pályán, 9-5. Jól védekeztek az utóbbi néhány támadás alkalmával, szereztek azóta ugye két gólt. Így 4-re fogyatkozott a keceli csapat előnye. El ne bízzuk magunkat, ugye mondta az év értékelőjében a miniszterelnök úr, hogy most kell szerénynek lenni, mert most van mire. Visszafújja a Spori. Mészáros kapus előre dobja a labdát. És ahogy most Újvári Zoltán mondta, bizony-bizony kell a védekezés, kell is, de nagyon.
Oh, mekkora labda! Kár, hogy fakezéségről tett tanulni bizonyságot Svegál Péter. Peri és Sinándor. Fejes Csongor, majd Lavati Zoltán, és Perési, és Gibert. Gibert jól játszik eddig. Várjuk tőle a gólt, gólokat. Hát két ilyen remek szélsővel, nem nehéz, hát ugye. Majd nagy lövés! Az is kapufa. Csúzi eddig összes lövése érintette a kapufát. Belépés ezek szerint. Ez most nem pattant befelé. 9-5 maradt. A játékvezető érvénytelenítette ezt a találatot. Perési. Ha nála van a labda, akkor minden jó. Befelé a szabad dobás. Fejes Csongor, Fejes Andor. Kicsoda nagyszerű pillanat az egy kézipályán, amikor apja és fia egyébként magas szinten kézilabdázva egymásnak dobja a labdát. Óriási. Ez is óriási! Csúzi Tibor gyakorlatilag komolyabb erőlködés nélkül két számjegyűvé változtatja az állást, vagyis a keceliek góljainak számát. Így 10-5, 15 perc alatt 15 gól. Jó kis meccs. Svegál, Mihó. Szép szerelés kezdődik részről. Nem a miénk azonban a labda. Lakatos. Bóner. Igen, kicsit megtévedtem, ugyanis hát Bóner 10-esén a 0-át 6-osnak írta a jegyzőkönyvvezető. Gyönyörű, az igen. És nem ő állt korábban a kapuban. Az Báder Ferenc volt. Bocsánat, Báder Ferenc. Csúzi Tibor a Lasztival közben. Maszlik Rihárd, a húri horgas átlövő, elképesztő lövő technikája van. Bízunk abban, hogy ezen a meccsen is megcsillogtatja. Sajdik Péter is visszateszi Fejes Andornak. Fejes Andor is olyan mozdulatokat mutatott be, hogy hát nem ilyeneket. Be is húzták a lába között. Futballban ezt kötélynek hívják. Csúzi! Olé, olé! Micsoda gól! Elképesztő magabiztosság Csúzi Tibor részéről. Közben a pályán, amúgy Györgye Tibor is. A keceliek padja egyébként sokkal-sokkal hosszabb. És ez jól van így. Jól van így bizony, mert ez azt is mutatja, hogy még mindig van érdeklődés a keceli kézilabda iránt. És nem is ok nélkül. Jók vagyunk, az a helyzet! Na nézzük! Mihó! Egy nem szép lerántás. De eddig még sárgalap nélkül játszik mindkét csapat. Jól kordában tartják a mérkőzést a játékvezetők, avagy higgadtak a csapatok. Mihó! A szép, 7 méteres, úgy bizony szavamra. Komár Roland áll a labda mögé. Most kéne elbizonytalanítani, bizony, aki úgyis megfogja, mondom én, nem kellett megfogni, mert mellé dobta Komár. Ez nem az ő napja, szerencsénkre, mondom még egyszer, 11-5. Zúgva hajrá, Kecel Kánonban. Ezt még énekórán tanultam Kontné Jónás Júlia tanárnőtől. És a másik oldalon is egy 7 méteres, na vajon ki áll oda? Még mindig keressük a választ erre a kérdést, hogy most minden kecel lejött, és Balla Tamás lesz az ítélet végrehajtó. A legjobb választás. Igen, magabiztos. Az egyik 11-esnek nem sikerült, nézzük a másikat. Balla, gól, magabiztosan, pillekönnyű labdát ragaszt a bal alsóba, így a 11-esek párharcát, mármint persze Messzámra gondolok, ami Ballánk nyerte, gyönyörűen beverte. Szép, igen,
úgy tűnik, hogy nem a 11-es szám ez van megátkozva, hanem inkább Komár Roland. Mihó. Nem volt jó a passz, de ebben nyilván elég nagy szerepet játszott az is, hogy egy testeset beletaszítottak. Komár! Ájjáj! Van ott lövőerő! 12-6. Igen, a nézők számon kérik a csapaton azt, hogy ugyan hol volt a fal. Hát mondjuk Berlinben volt egy. Kínában is ugye a nagy fal, Donald Trump is tervez egyet Mexikó határára. Cseles lövés Csúzi Tibortól. Most fogja a kapus. Marad az állás 20 perc elteltével. 12-6. Nagy Laszti. Túl nagy. Svegál Péter nem is érhette el. Mészáros Gábor számon is kéri egyébként a srácokat, hogy ugyan miért kapkodják el. Fejes Andor. Ó, micsoda védés! Ezt is Pille könnyen dobta el Fejes Andor. El is végzik a szabaddobást, Perjésinél a bogyó. Sajdik, Fejes. Micsoda megoldás volt! Mindkét játékos lába közt átmegy a labda. De szép mozdulat, micsoda testcsel. Ó, Mészáros miket fogatja ég! Az igen. Mindig nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor egy tehetséges fiatal játékos ilyen mozdulatokat mutat be. Ez volt az előbb Laki Gergő a 3-as számú mezben. Ez a testcsel egészen káprázatos volt. Azonban a hosszúra tartó lövést Mészáros lefülelte, és gyönyörű! Oh! A lába között! Igen, igen, az a helyzet, hogy az utóbbi 3-4 lövéssel túlzott önbizalmat adhattunk Mészáros Gábor kapusnak. Na hát most bejött Györgye Tibor, és gyönyörű mozdulattal megtörhette az ellenfél három őrét, most pedig időkérés. Véget ért az időkérés, legalábbis Keceli részről. A csávóiaknak azért hát több megbeszélni valójuk volt. A csávoly vezethet támadást. Kicsit nagyobb lendülettel, hogyha jól veszem észre, Mihó kezében a bogyász. Svegál Péter, Mihó újra. Kifelé a dobás. Nem láttam pontosan, hogy mi volt a szabálytalanság. Egy lövés Maszliktól. Most fölé. Van, nem szabad csüggedni. Igen, gyönyörű, Laki Gergő, csináld meg, Laki. Ott van, igen, 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 gyönyörű találat, 14-6. Nagy üdvrűvalgás nézőtérről, teljesen jogosan amúgy. Laki beverte, mint ló a lónak. Komár Roland, Komár, beveri. Igen, igen, igen. Figyelni kell, nem szabad félvárral venni ezt a mérkőzést, annak ellenére sem, hogy maga biztosan vezetjük. Meg hát persze a góllövő listára mindig fér a gól a gólkülönbséghez is. Majd mondom ám, hogy mi a stájsz, mert elég nagy pontazonosságok vannak a tabellán. Közben gólt szerzünk, 15-7. Úgyhogy van tétje annak, hogy minél több találatot jegyezzünk ezen a meccsen is, és minél kevesebbet kapjunk persze. Svegál Péter, gól, 15-8, jól játszunk, pillanatra sem inoghatunk meg azonban, most kell figyelni. Csúzi, megfogják. Akkor lendület van ebben a srácban, és megfelelő testalkat, illetve lövő technika is párosul ez.
így nem igazán lehet vele felvenni a versenyt. Hopp! Hát ez a Fejes Sándor, ez teljesen kész van. Ma olyan váratlan mozdulatokat, praktikákat mutat be, hogy az zseniális. Nekem nagyon tetszik. Perési! Csúzi! Az igen! A kapus gyakorlatilag végigállta az egészet. És a 16. keceli gólt is beveri Csúzi Tibor. Hát a mai nap gólkirály egyértelműen ő. György emberfogóban van, Komár Roland tartásával bízták meg, remekül ellátta feladatát, nem is tudott érdemi lövést megereszteni a csávói 11-es. Az a helyzet, hogy a nézők itt különböző instrukciókkal látják el Györgyét, de ezt nyilvánvalóan megkapta az edzőjétől is. Egy lövés, ketté töri a kapufát, befelé a dobás. Igen, igen, az első 4-5-6 sikertelen próbálkozás után bizony elkezdett játszani Komár Roland. Komár, Mihó, az is szabad dobás befelé. Én most már azért felraknám a kezem, játékvezető urak. Én mindig egyébként az ellenfél támadásánál, tehát ez nem újdonság. Györgye Tibor, én is megtapsolok, bravo, bravo öreg! Remekül látja el a védekező feladatát. Komár mellé, és a hosszú indítás! Megvárhatta, még lepattant, és a lövés gól, igen, igen, ennyi. Nincs pardon, gól az van, 17-8. Szóval Lavati Zoli ez mindig olyan jó ütemben indul el, amikor meglátja a rést, meglátja, hogy Laki Gábor indíthatja, lehetőség van egy kontrakcióra, és mindig teljesen jó ütemben indul el. Laki Gergő pedig hajszál pontos átadásokkal kényezteti előt. Villan a mérkőzés első sárgalapja. Az előbb említett Lavati Zoli kapja. Mészáros, Mihó, Svegár Dániel, gyönyörű, igen, igen, Laki Gergő. Mészáros, szép a blokk, a miénk? Egy pillanatig az volt, most már nem. Egy lövés, egy gól, meg egy sárgalap Maszlik Rihárdnak. 17-9-re módosul az állás az eredményjelzőn. Támadhat a Kecel, nincs gond, minden oké, és lőjük a gólokat, ráadásul keveset kapunk. Perési, pontatlan a labda, nem magától tette ezt, mert ugyanis meglökték. Perési Nandi. Szép lendületes támadásvezetés, hogy egész meccsen. Csúzi, mellé lőtte. Ezért beletaszajtottak ám egyet. Gyönyörű labdaszerzés, igen. Ketten járatják a bogyeszt. Micsoda csel! Visszatett bogyó! Belépett azonban Lavati Zoli. Vissza kell zárni a védekezéshez. Támadhat a csávoly. Lakatos. Ez addig szép, lendületes támadásvezetés a kékektől. Mihó, gól. Tizenhét-tízre jöttek fel a vendégek. Hát ezt nevezhetjük, úgyhogy feljöttek, mert az annyira még nem extra. Lavati, Csúzi, Fejes Andor, Perési Nándor, Csúzi Tibor. Szép volt a bejátszás, meglökik azonban most Csúzi Tibit, és akkor jön egy időkérés.
kedves nézők! Véget ért az időkérés, és bár a Kecel kérte ki, a csávonyiaknak volt több mondani valójuk ismételten. A keceli mester emlékeztette a srácokat a húzás lényegére. Fejes, csúzi! Gyönyörű gól! Bele tudott térni ugyan a kapus, de ezt nem igazán védhette. Hát nem volt egyszerű balhé, az biztos életerős lövésre eresztett meg Csúzi Tibor. Nem is értem egyébként, hogy ez a Komár Roland hogy állhat előtt a góllő listán, mert ezen a meccsen Csúzi mérföldekkel jobb. Komár! Szép védés, azonban már szabálytalan volt az egyik játékosunk. Komár talpról Laki. Megállíthatatlan ezen a meccsen Laki Gábor. Nem jön a hosszú indítás, visszazártak már a kékek. Nagy labda le, Györgye! Óha! Az igen! Az már mozdulat, uraim! És hölgyeim! Oh, 19-10! Egy perc van hátra a fél időből. Nagyon-nagyon nehéz lenne legszebb gólt választani. Ez a top 3-ban biztosan ott volt. Komár Roland utogat valamit a háta mögött. Svegál Dávidnak, az hogy Mihó. Svegál Péter. Mihó talpról, nagy lövés. Ájjajjaj, hatalmas védés mutatott be Laki Gábor, és gyönyörűen tolta a kapufára. Azonban rosszul pattant, visszaérkezett a bokájára, onnan meg egyenest a hálóba. Gyönyörű, Sajdik Péter. Oh! Gyönyörű kapufás gól. Micsoda játék volt ez is. Kedves nézők, itt a félidő vége. Kecel KC, Csáteszesel Csávoly, 21-21, innen várjuk a folytatást. Kedves nézők, el is kezdődött a második játékrész. Bár az eredményjelző még nem állt át, nem a vendégek vezetnek, hanem mi, méghozzá 20-11-es arányban. Innen azért kényelmesen nézhetünk a jövőbe, mármint persze, ami ezt a mérkőzést illeti. De reméljük, hogy lövünk még 20-at. Nagy lövés, nagy védés. Szép elképzelés volt, most nem jött össze. Kertész Csaba pedig amilyen gyorsan feljött a pályára, olyan gyorsan is hagyta azt. Szép akció, Laki Gábor gyönyörűt véd, de közben pedig jön a mérkőzés első 2 perces kiállítása. Ki másnak, mint a véresen agresszív Maszlik Rihárnak, vicceltem egyébként, abszolút nem az. Bárány lelkű a srác. Így határoztak most a játékvezetők, ez van. Csúzi Tibor várja az esetleges indítást, de ez most nem fog következni, ugyanis Komár Roland betalál, 20-12, ennyi most az állás. 5 emberrel megfogyba bár betörve nem, védekezik a Kecel KC, vagy támad a Kecel KC, úristen. Perési Nándor, kertész, szépen forgatja most a csapatot. Az ifjú kézilabdás, meg az ellenfelet is, csak szabálytalanul sikerült megállítani őt. Nézzük, Perési Nándor. Perési, még nem lő. Csúzi Tibor, aki nem csúzli, de a lövései akár olyanok is lehetnének. Ez most pont nem, gyönyörűen vette célba és talált el a hosszú sarkot. 21-12, remek Komár, megfogják a levegőben, megjegyzem, remekül. 1 perc még az ember hátrányból. De nem úgy néz ki, nem úgy tűnik a csávóiak arca, hogy nagyon ki akarnák használni ezt a remek lehetőséget. Nem is sikerült. Fölé lőtte Komár Roland.
Lavati, Perjési, Kertész. Perjési ismét. Egyel kevesebben azért nyilván lényegesen nehezebb dolgunk van. De szép volt Kertész Csaba részéről, de kár. De kár belőtte, azonban nem adták meg a játékvezetők. Majd Csúziét megadják, urak. És nincs bent! És nincs bent! Ott pattogott a vonalon a bogyó. Sajnálom őszintén. Ma nagyon jó kis lövéseket ereszt meg. Támad a csávoly. Nézzük. Megfogják a keceliek az ellenfélt. Nagy lövés, nagy védés, közben egy szabálytalanság. Újra a vendégeknél a bogyó. Fekete Zsolt kezében a labda. Aki az élet iróniájából adódóan szőke hajú. Itt pedig egy sarokdobás, a remek blokkot követően. Svegár Péter végezheti el. Na nézzük. Lakatos, majd Fekete, és Svegár Péter. 21-13, szép gól. Kiárt már Svegár Péternek, hogyha jól számolom. Már pedig egyik bízom benne, hogy el tudok számolni, akkor ez volt az első találata Svegálék Péterének. Most azonban a kecel támadhat, és visszaállíthatják az előző gól előtti gólkülönbséget. Ajjajjaj, így kell lesz Laki Gergő. Szétnézett, elnézett balra, elnézett jobbra, senki. Oké, akkor belövöm én, gondolhatta magában, meg is tette, 22-13. Így áll most a meccs. De hogy áll a tabella? Hát akkor hadd beszéljek önöknek erről is. Az első helyen 40 ponttal, tehát minden mérkőzését megnyerte. Fekete közben újra betalál. Minden mérkőzését megnyerte a Kiskunmajsai KC. 20 mérkőzésen ugye 40 pont, 684 lőtt és 443 kapott gól után, 241-es a gólkülönbségük. Ez a szám azért is érdekes, mert a góllövő lista két éllovas, a Komár Roland és Patuskai Krisztián is ugyanennyit szerzett. Na de nézzük akkor a második helyzet, a Holler UFC ugyanennyi mérkőzéssel, de 33 ponttal. A harmadik a Bácsalmási PVS-e, szintén 33 egységgel. Lefújt valamit a sportás, villanhat a sárga lap. Tehát ugye a Bácsalmásról beszéltem, ugye akik 33 ponttal a harmadikak, és akkor innen jön egy nagyobb szakadás, ugyanis negyedik a Balogh Tészta TVSE csapata, 25 ponttal, ugyanennyivel ötödik, ami szeretett Kecel KC-nk. A Kecel KC egyébként 542 gólt szerzett eddig, és 492-t kapott. 50 gólos pluszban vagyunk, ma ezt nyilván növelni fogjuk. Már nem bízom el magam, hát de elbízom magam, mert el lehet. Már csak azért is, mert bizony, ilyen gólokat szerzünk. Kertész Csaba talált be. Perjési Nándi, gyönyörű, Laki. Az lett volna a brazilia, hogyha még lepasszolja, de ami szép, az így is szép. Ismét 10 a gólkülönbség. A Kecelnél tartottam, el is mondtam rólunk mindent. 6. az Euroskel Kecskemét 1-es csapata 24 ponttal. 7. ugyanezen egyesület második számú gárdája 20 ponttal. 8. a Soltot Kertitéje 19 ponttal. 9. a Kiskunhalasi UVA KSC második csapata 15 ponttal. A 10. a Dél-Szász Kiskunfélegyháza 14 egységgel. A 11. a Paksi KSE 10 ponttal. Hát úgy tűnik, hogy sok uránt nem ettek a srácok. Vagy eleve rossz kézilabdásokkal letették azt. Micsoda rossz passz. Nehéz úgy a pályára koncentrálni, hogy ilyen jól áll a tabella. Gyönyörű, igen. György Tibor veri be a labdát, 25-14. A 12. helyen az itt megjelent Csáteszesé Csávójál 4 ponttal, a 13. pedig
a Tisza Alpári SE 0 ponttal. És képzeljék el, hogyha Komár Roland mondjuk 241 gólt lőtt a Csávoly színeiben, akkor mondjuk egy Holleru FC-ben, vagy egy Majsában, vagy mondjuk nálunk mennyit szerezne. Nagyon sokat, gondolom én. Egy lövés! Kedves nézők! Híreink, hogy Csúzi Tibor betalált. Egyéb érdekes információ az ég kék, a fű zöld. Nos, hogyha már megnéztük ugye a góllövő listát, akkor nézzük meg, hogy hogy állnak a fiaink. Hát óriási meglepetés, a Csúzi Tibor a 12. helyen áll 106 góllal, ezt 18 mérkőzésen érte el. A 13. Perjési Nándor 105 találattal. Aztán, hogy a többi remeklő keceli. Óha, szép gól Komár Rolandtól. Tehát a többi remek gólérzékkel megáldott keceli játékosról beszél. 32. Laki Gergő, aki 69 találatot jegyez. Aztán Lavati Zoltán, 49. ebben sincs semmi érdekes. 51 gólt lőtt eddig a bajnokságban. Ez is jobb gólátlag a 4-esnél mérkőzésenként. Aztán Lavati Zsolt is fent van a táblán még a top 100-ban a 69. helyen, közben Laki megakasztják szabálytalan eszközökkel. Most hát Lavati Zsolt 38 gólt lőtt, Árvai Péter 31-et, ő a 81. helyen található, Pecnyik Patrik, aki szintén nincs itt a pályán, 96. 24 találattal. Most már akkor nem csak 100-ig megyünk el, hanem elmondjuk, hogy Sajdik Péter a 114. 17 góllal, Fejes Andor 15 gólt szerzett és a 119. Iber Dániel 14-et, Kertés Csaba 14-et, Balla Tamás 13-at, Fejes Csongor 10-et. Szép a blokk, nagy indítás, lehet, hogy túl nagy, igen, Újhegyjel tudta csak elérni a lasztit. Györgye pedig nem volt ám az rossz bogyó, na mindegy. Tehát igen, Fejes Csongor 10-et szerzett, Szabó Zsombor szintén 10-et. Maszlik járt csak 7-et, én ezt nem értem, pedig elképesztően jól lő a srác. Bízunk benne, hogy felpörög ő is. Béla László 5-öt, Györgye Tibor 3-at, Laki Gábor pedig gondolom, hogy ezret kifogott, de viccen kívül amúgy. Fejes Ádám még nem szerzett gólt. Reméljük, hogy mi hamarabb betalál ő is. Csávói gól közben. A szerzője pedig nem más, mint Bóner József. Tehát így szerezgetjük a gólokat, és így állunk a tabellán. Akkor a tabellát még egyszer elmondom, mert most annyit beszéltem, hogy belefér. 20 meccset játszottunk, és 25 pontot szereztünk. Ez nagyon jó. A negyedik helyre még reális esélyünk van. Itt 3 darab csapat verseng egymással, hát ugye a negyedik helyért Baloktészta TV és a Kecel KC és az Euroszkál. Egy lövés, belépés, és az Euroszkál Kecskemét 1. Nekik 24 pontjuk van, az előbb felsoroltaknak 25. A negyedik helyért megy a csata, ami egy szerintem gyönyörű eredmény lenne a mi fiainktól. 26-16. Laki, de szépen belövi a hosszúba. Ezt a Lakit szeretjük, meg a másikat a kapuban. Remek teljesítmény mindkét Laki srácról. Nekik is köszönhető, hogy ilyen jól áll a csapat. Az a helyzet, hogy nincs előttem monitor, meg nincsenek statisztikáim, de úgy gondolom, hogy a Csávi azért nem lőtt sokkal kevesebbet kapura, mint mi. Egyszerűen a kapusok közt van akkora égésföld különbség, kedves nézők, hogy az itt ide nagy káta. Ilyen jó kapus szökő évente születik. Komár Roland lő gólt, 27-17. És akkor egy gyakorlatilag sorcsere a Kecel KC részéről. Kiber Dániel, Perjési Nándor, Kertés Csaba is hozzáért a bogyóhoz. Kertész, Perjési egy lövés,
ezért állott a góllövő listán, ahol gyönyörű kapufás gólt szerzett hajszálpontos szép lövéséből. Svegál Dávid, Komár Roland, Svegál Dávid ismét, majd Bóner, Komár, az nem gól, de hetes sincs, csak egy 9-es szabaddobás. Úgy tűnik, hogy kellemes a remek keceli talajon az időtöltés Komár Roland számára. Hát igen, igen, az áldott keceli föld mindenkit magával ragad. Áll az óra, megnézik, hogy mi a helyzet vele. Derekát fájlalja, reméljük, hogy nincs komolyabb baj. Fekete kezében a bogyó. Fekete. Lakatos. Bóner. Komár. Svegál Dávid. Komár Roland. Szép szerelés, gyönyörű, Laki Gergő, Maszlik Ricsi indul, Maszlik Lakit választja, nem passzol, helyette inkább beragasztja oda a hosszú felsőbe, és kipókhálózza a kaput. Báder Ferenc legnagyobb sajnálatára, 29-17, már nem kérdés, hogy lesz 30 gólunk, úgy gondolom, hogy 17 perc góltalanságot még a kecel sem engedhet meg magának, de lesz a 40. Most már azért jó lenne, hogyha elérnénk ezt a számot. Egy lövés, egy gól, Svegál Dávid beköszön. Szép találat, kétségtelen. 29-18, így néz ki a tabella. És nagyon jól néz ki, nekem nagyon tetszik, ahogy a keceli csapat hozzáállása is. Már azt is meg kell mondanom őknek, hogy szerintem ez a keceli csapat ez ugye a takaréklánkhoz közel éget ma, vagy ég ma, még ilyen 60%-ot tudok satszolni, mert nem kellett megerőltetni magukat. Nagyon jól védett Laki, jól játszottak, de ez a kecel most ilyen 60%-os, majd megnézzük komolyabb meccseken, hogy igazi sorsdöntő, komoly, fontos vérre menő meccseken, hogy mit mutatnak, akkor biztos, hogy bele fogják adni a 100%-ot, mindig beleadják. Tehát ha nem muszáj, hova siessenek, nem igaz? Csúzi! Perjési! Ravaszul pattan fel előtte a bogyó, de megoldotta, és mi jöhetünk szabaddobásra, a Sajdik. Perjési. Ó, de szép gondolat volt. Svegál egyedül, belövi, emelte Laki a lábát. A pont alá érkezett a bogyász. 29-19, azért remélem, hogy a 10 gólos differencia megmarad a mérkőzés végéig. Járatja a labdát a kecel. Kertész irányít, méghozzá milyen jól. Kertész. Jaj, de szép! Laki Gergő, Perjési fölé. Nagy szerencsénkre beleragadt a hálóba a bogyó, így nem tudtak gyorsan támadást indítani. Hopp, 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 hopp. Laki Gergő. Igen, nem volt egy szép lövés. Meg is kapta a most jól megérdemelt sárga kártyáját, ezért fekete. Lakatos. Komár, Svegál, Dávid. Bóner kéri, nem kapja, helyette Svegál. Újabb kék szabaddobás. Bóner, Lakatos. Meg nem engedett, ez közelért most. Csávoly játékos jött a kecel, nem indítottuk el gyorsan az akciót, mert visszazárt a vendégcsapat, nem is kellett, mert ezt a támadást úgy fejezte be Perjési Nándor, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Nézzük a csávoly akcióját. Svegál Dávid, Komár, majd Bóner, Komár,
Lakatos. Belemenés fújtam volna, de mindegy. Ha én lennék a játékvezető, akkor a Kecel az a megszerezhető 40 pontból 45-öt szeretne. Szép vendéggól közben 30-20. Gibert, majd Perjési, Csúzi el fogja lőni, megakad a blokkban és a kapusban is. És az a helyzet, hogy ezeket a szituációkat, amikor mehetnének a vendégek, Keceli részről sokkal jobban lereagálja Laki Gábor. Meglátja a lehetőséget, dob egy elképesztő labdát előre, és aztán valaki be is vágja. A csávoly kapusai ma ezt a szintet nem tudják hozni, de hát Laki Gábor szintjét ki tudja hozni mégis a megyében. Szép a blokk, Laki azért beleért, hogy biztos legyen, hogy legyen sarokdobás. Csúzi Tibor nagy elánnal, Csúzi, Perjési gól. Azelőtt kimondtam, hogy bement volna, amúgy rutin móka, és közben időkérés. Kedves nézők, az időkérésnek vége, a meccsnek még nem. Alig több mint 12 perc van hátra, és maga biztosan vezet a Kecel KC 31-20 arányban. Ugye remény, abbéli reményeimet fejeztem ki korábban, hogy meg lesz a 40. Hát nagyon bízunk benne. Nagyon-nagyon bízunk benne. Gyönyörű szerelés, és akkor Laki Gergő. Laki gól, mondom én. Gyönyörű, 32-20. Laki Gergő rengeteg labdát szerez. Rengeteget és rengeteg gólt, és egyik hasznosabb, mint a másik. Szóval ha két ilyen hasznos dolgot ilyen mennyiségben csinál, akkor elmondhatjuk, hogy egy rendkívül hasznos játékos. Komár közben veri a hosszúba. Igen, azért így a meccs végére, vége felé megtalálta a, hát nem a góllövő cipőjét, hanem beállította a csavarokat a kezébe. Meg tud termelni a gólokat, mint a gép. Csak úgy, mint Csúzi Tibor, hát Csúzi ma is olyan bombákat eresztett meg, hogy ez elképesztő. És nem is csak bombákat, hanem emellett megmutatta, hogy okos gólokat is tud szerezni, meg raffináltakat, hát ugye átemelte a kapus, szóval az nem gyenge. Ez se az! Gyönyörű gól Perjési Nándortól! Építi a támadást a csávoly, mint hogyha megbeszéltek volna valami taktikát is, hogy hogy kéne. Komár, az a helyzet, hogy a csávolynak így kéne, tehát Komárnak passzol, az lesz valami. Rálövi, az vagy gól, vagy nem. Ez a helyzet. Ő az egyetlen életképes játékos a csapatban. Talán még Svegál Dávid az, aki úgy mutatott valamilyen performance-t ma. Hát nálunk azért többen vagyunk, így például Csúzi Tibor is. Lehet, hogy már két számjegyű találatot jegyzi a mai mérkőzésen. A 8-as számú keceli játékos, 34-22. Ha ilyen ütemben termelünk tovább, akkor teljesítjük az 5 éves tervet. Persze vicceltem. Akkor teljesítjük a 40 gólt, amit én kitűztem a srácoknak, és még csak el sem mondtam nekik. Milyen rendesek, nem igaz? Közben Komár Roland szerez gólt, 34-23. Fejes Csongor újra a pályán is növelheti góljainak számát, reméljük, hogy betalál. Persze őszintén bízom benne, hogy minden keceli betalál. Azaz, Csúzi. Igen, szép. Az is gól, Perjési Nándor. Nagyon jól kézilabdázik ma Perjési Nándor. Micsoda sarkalós mozdulatot próbált bemutatni Fejes Csongor. Hát ehhez jobban értek, majd
adok neki külön órát, hogyha kéri. Én meg majd kérek tőle kézilabdás külön órát, bár az olyan lenne, mintha fejes csomó lovakkal próbálna sakkozni. Nézni jobban szeretem. Na nézzük. Fekete, majd Komár, Svegál és újra Komár. Komár a védők szorításában, a védekező csapat szorításában kiharcolt egy szabad dobást. Immáron 35-13 a meccsállása, 12 gól a Diffi. Hát ott lehet, hogy volt egy lépéshiba. Az egy szép bejátszás. Sajdik Tamás most nem tudta fogni. Fekete betalált. 35-24. Így áll most a meccs. Kertész. Csúzi, gyönyörű csel. Wow, micsoda védés a kapustól, mondjuk érzésem szerint belelöktek most. Gyönyörű az, igen, Kertész. De szépen oda tett a mancsát. Gyönyörű, gól. Igen, 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 Giber Dániel. A 12-es számú keceli játékos is megmutatta, hogy tud ő. 36-24. 4 gól a 40-ig. Na nézzük, Komár, Bóner, Svegál Dávid, Bóner ismét, Komár. Tanásra van kicsit ez a csávoly. Lakatos passza. 50 Mikói. Szép a blokk keceli részről. És feladogatja a labdát. Svegál Dávid. Komár, Bóner, Svegál. Bóner, szép a bejátszás, szép a gól is. Fekete a találat szerzője. Sajdik Tamás lába alatt csusszant át a bogyesz. 36-25. Hát ha másnak nem ennek, ennek a szép támadásnak és szép találhatnak, örülhetnek a vendégeink. Győzelmet ma nem ünnepelhetnek, én úgy gondolom. Kertész, majd Perjési. Az, igen! Hát nehezebb volt elrontani most. Kár érte, gyönyörű játék volt, gyönyörű és váratlan. Ez pedig egy ehhez hasonló védés Sajdiktól. Történt valami az helyzet, hogy a labda útját követtem. Ez szabad dobás most a csávolynak. Hát igen, igen, igen. Az helyzet, hogy megállt Sajdik Péter. Sajdik Péter, Sajdik Tamás. Sok a Sajdik, sok az azonos nevű. Svegál Péter. Ő is Péter, na ennyi. Komár elejti. Nem a vadat, hanem a labdát, de nála marad a bogyesz. Fekete. Felsegíti. És akkor mehet tovább. Majdnem lelopja. Svegál Dávid. Nincs gól és nincs lövés sem. Helyette szabad dobás a vendégeknek. Ajja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 jj
most nem ő veheti birtokba a labdát, majd most Mihó, Mihó lő, oj de szép, Sajdik Tamás, ez igen. És egy nagy labda előre, Svegál Dávid most lefüleli, Fekete, Svegál Péter, Mihó, Sajdik Tamás fogja meg, és így lesz sarokdobás. Húzza a lábát, baj van, áj de kár, igen, láttam, hogy ott baj van. Nem is, simán elérte volna egészségesen a bogyót, most is sajnos nem. De védeni akar, sportolni akar, és ez egy főhajtást mindenképp megérdemel. Most is beleért, ennyi.
Sajdik Tamás remek formának örvend. Perjési Nándor, Maszlik. Oh! Az éves pókhálózás megtörtént. Maszlik kíméletlenül bevarta. 37-25, 3,5 percünk lesz arra, hogy berámoljunk még 3-at, hogy teljesítsük az én kívánságomat is. Hát ez a legfontosabb, nem igaz? Vicceltem. Jó, gyenge humor volt. Nos, Lakatos. Komár lő, mellé. Befelé a szabaddobás, igen, volt egy kis lökés. Jogos a falt. Ismét befelé a dobás. Fekete, Komár, Svegál Dávid. Fekete lő, nincs gól, helyette szabad dobás újfent. Bóner, illetve Fekete, mellette Bóner, velük szemben Komár, Svegál Dávid. Ó, mekkora kapufa! Újabb időkérés. Kedves nézők, meg volt a gyanúim szerint a mérkőzés utolsó időkérése is. Nagyon bízom benne, hogy Újvári Zoltán edző valami szép kis figurát mondott el a srácoknak, mert a legutóbbi közvetítésünk során gyönyörű akció kerekedett ki belőle. Nagyon bízom benne, hogy ez fog következni, mert öröm nézni. Hát ez most nem volt figura, ez egy elképesztően jó középre tartó lövés volt most Laki Gergőtől. 38-25, vendégcsapat is gólt szerez, és 2 perc van hátra. Meg kéne lőni azt a 40-et, bizony meg kéne lőni. Persze fáradnak már a srácok, hát azért egy óra kézilabda, az elég komoly testedzés ilyet a konditeremben. Ezért nem tudnak megehíteni az emberek. Laki csúzita, páros lábbal ugrott fel. Kifelé a dobás, Dekár. A 38 még nem 40. Egy lövés, Sajdik Tamásnak ez a rutin feladat. Megpróbálja azt a csúziféle figurát a túloldalon Komár is. Neki sem jön össze. A csúzi legalább általált a kaput. Csúzi Tibor. Lehet, hogy erős volt a passz. De ezt most nem vette birtokba Györgye. 2 gól, csak ennyi. A vágyam. Már semmi. Fordítva mondtam. De mindegy, 2 gólt be kéne rámolnunk. Olyan szép lenne az a 40-es ott a táblán. Lakatos, az már rég belépett, Sporikek. Már kétszer is. Na, srácok, gyerünk, mozogjunk. Sajdik Tamás kezében a bogyó. Laki Gergő, Csúzi Tibor. Csúzi Gibertet választja. De szép. Fejes Csongor. Most nem tudott befordulni. Laki Gergő. Ajajaj. Maszlik Rihár tartotta meg. Nem olyan könnyű ezt a srácot felborítani, ahogy azt gondolják amúgy. A beton. Olyan a gyerek. Laki Gergő. Aj, de szép! Fejes! Kapufa! 7 méteres. Hát, ha 40 gólt nem is, 39-et szerezhetünk, és több mint valószínű, hogy a mérkőzés végét jelző Kürt megszólalása után fogja már csak ellőni. Balla Tamás. 4 másodperccel túltoltuk a meccset, de ez most nem számít. Na nézzük! Balla vele szemben Mészáros. Balla! Most Mészáros nyer. Kedves nézők, a lényegen azonban ez nem változtat. Kecel KC, Csátesz SE, Csávoly 38-26. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszont látásra, viszont hallásra.